2000 fő alá csökkent Magyarországon az aktív fertőzöttek száma, közölte az operatív törzs keddi tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos. 3065 igazolt fertőzöttet tartunk nyilván Magyarországon a mai napon. Az elhunyt személyek száma sajnos 12 fővel nőtt, így 363 elhunytat tartunk nyilván, amely valamilyen mértékben összefüggésbe hozható az új koronavírus fertőzéssel. Ezek a családok elveszítették hozzátartozóikat, ez nyilvánvaló fájdalmat jelent számukra, fogadják részvétemet. Ugyanakkor az aktív fertőzöttek száma, amelyet tegnap óta közlünk önökkel, azt jelenti, hogy az összes nyilvántartott, igazolt fertőzöttből levonjuk a gyógyultak, illetve elhunytak számát. Jelenleg Magyarországon ez 2000 fő alá csökkent. Ez egy örvendetes hír, 1993-an vannak ők. Annak köszönhető, hogy egyrészt csökkent az új fertőzöttek száma, másrészt pedig nőtt a gyógyultak száma is. 709 gyógyultat tartunk nyilván a mai napon. Az aktív fertőzöttek közül még mindig 63%-ot tesz ki Budapest fővárosban és Pest megyében nyilvántartottak száma, létszáma. Tehát az arányok a járvány alakulása során, tehát a kedvezőbb számok alakulása során sem változtak jelentősen az elmúlt napokban. 982 főt ápolnak kórházban, gyógyítanak, és 55-en vannak lélegeztetőgépen. Ezek tulajdonképpen puszta számok, de mindegyik mögött emberek vannak, személyek vannak, ezért nagyon örülünk annak, hogy a járvány alakulása aszerint változik, ahogy azt korábban reméltük, és a statisztikai és a matematikai számokkal próbáltuk modellezni. Úgy tűnik, hogy valóban egy nyugvópontra érkeztünk. Bízunk abban, hogy ez az állapot is minél rövidebb lesz tulajdonképpen, és már arról tudunk majd beszámolni, hogy esetleg csökken a hosszabb napokon át arról tudunk beszámolni, hogy elkezdett csökkenni az újabb fertőződéseknek a száma. Ebben bizakodunk. Sokat segíthetnek a helyi polgármesterek a hiteles és pontos COVID-19 helyzetértékelésében, írja a sajtó közleményében a Kisvárosok Szövetségének elnöke. Lipik Sándor arról számolt be televíziónknak, hogy szűrőprogramot indított a magyar kormány a Központi Statisztikai Hivatal és 4 egyetem együttműködésével, melynek célja, hogy megvizsgálják Magyarország lakosságának fertőzöttségét és védettségét, majd az elemzés alapján következtetéseket vonjanak le, és javaslatokat fogalmazzanak meg a további védekezési stratégia kidolgozásához. A KSH határozta meg azokat a személyeket egy mintavételi eljárás keretében, akik erre ki vannak jelölve. És szerettük volna tudni, hogy kik az érintett személyek, hiszen szeretnénk ebben a munkába besegíteni. Ha kaptunk volna egy ilyen személyes listát, a személyeket megnevezve, akkor mi, mint polgármesterek a településen, személyesen fölkerestük volna ezeket az embereket, és hatékonyabb lett volna a mintavételi eljárás. A lakosság számától függetlenül minden településen a polgármester élvezi a helyi közösség bizalmát, ő áll legközelebb az emberekhez, és ő ismeri a legjobban a helyi viszonyokat, tette hozzá Lipők Sándor, aki elmondta, úgy ítélik meg, hogy az önkormányzatok közreműködése, a mintavételes vizsgálat sikeressége és hatékonysága érdekében fontos és elengedhetetlen, az eredményes mintavételek számát pedig nagyságrendekkel tudják emelni.
Minden 65 év feletti nyíregyházi lakos kap egy többször használható, mosható és vasalható arcmaszkot, mondta el keddi sajtótájékoztatóján Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. A több mint 21 ezer maszkot a város varrodai kapacitással rendelkező cégei készítik el. A kormány döntése értelmében hétfőtől az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező az arcmaszkkal, kendővel vagy sállal történő eltakarása. Megkértem azokat a cégeket, akik megfelelő varrodai kapacitással rendelkeznek, és már tudtunk róla, hogy korábban is kisebb tételben adományoztak, illetve saját dolgozóiknak, másoknak készítettek ilyen maszkokat, hogy tudnának-e segíteni, és nagyon nagy örömünkre a Hübner Kft., az Eisman és a Bodó Collection Kft., egy nyíregyházi családi cég, felajánlotta ezeknek a maszkoknak az elkészítését. Azt szeretnénk, és ezt ma meg is kezdjük, hogy minden 65 éven felüli nyíregyházihoz a héten belül jusson el egy ilyen maszk. Ugye ez egy többször mosható, fertőtleníthető pamut maszk, ami nem egyszerű használatos. A csomagolását a polgármester hivatal dolgozói végezték. Tegnap 5000 darabot már el is vittek. Változik az egységes kérelmek beadása a koronavírus miatt. 2020-ban összesen 43 jogcímre intézkedésre lehet igényelni, bejelentést tenni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az ezek beadására szolgáló kitöltési felület április elején megnyílt, a szankciómentes beadás határideje 2020. május 15-e. Szinte minden gazdálkodót érint, úgy érint, hogy a falugazdászok telefonos megkereséssel megkeresnek minden gazdálkodót, és még szerencse, hogy ugyanaz az ügyfél, ugyanazt a falugazdászt, nem nagyon cserélődnek a falugazdászok itt ebbe a munkakörbe, és kiépült egy olyan kapcsolat, hogy ismerik egymást, már nagyon jól ismerik a területeket, az állatállományt, erdőt, gyümölcsöt, szóval kinek milyen van, és telefonon sok mindenkivel el tudják ezt úgy rendezni, hogy ugyanaz azt lehet beadni, ami tavaly, vagy csak a változásról beszélnek, és akkor minél kisebb számban próbálják csak a személyes találkozót. Így tehát a legtöbb ügyet is telefonon intézik, és lehetőleg csak a véglegesítéshez szükséges aláírások miatt találkoznak a falugazdászok és a gazdálkodók, azonban ekkor is felkészülten várják a kamara munkatársai az ügyfeleiket. Én úgy gondolom, hogy az Agrárgazdasági Kamara felkészült erre a találkozásokra, és mindenki új tollal ír alá, elválasztó fal van a falugazdász és az ügyfél között egy átlátszó fal, fertőtlenítőszer, szájmaszk, szóval minden olyan, amivel a biztonságot garantálni tudjuk, hogy se a falugazdás, se a gazdálkodót valami fertőző betegség elkaphassa itt az ügyintézés közben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Államkincstár együttműködésében 17 részes, az egységes kérelem beadását segítő oktatóvideó sorozat készült, amelyeket EK 2020 címmel lehet elérni a legnagyobb videómegosztó portálon. Mint arról már néhány hete beszámoltunk, a vadászok munkáját is érintik a koronavírus járvánnyal kapcsolatos rendelkezések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban a bérvadászat szüneteltetése okozott gondot, az ebből származó bevételek ugyanis létfontosságúak a térségben tevékenykedők számára. Bár a kijárási korlátozást a főváros és Pest megye kivételével hétfőn feloldották az országban, a vadászati rendezvényeket várhatóan még jó ideig nem lehet megrendezni. Központi utasítás, kérés volt, hogy lehetőleg az ügyfelekkel ne találkozunk közvetlenül. Ilyen módon az állami vadászvizsgák bizonytalan ideig szünetelnek. Nyilván az összes olyan rendezvény, ahol mi nagyobb létszámú embert vártunk, megint csak szünetelnek. Például a őszbakmustra is ilyen módon bizonytalan, hogy mit tudunk vele tenni május elején, szerintem nem tudjuk megtartani. A megyei vadásznap június elején még meglehetősen bizonytalan, bár én bizakodok, hogy azért még ott nyár végén azt valamikor meg tudjuk tartani, de az összes ilyen rendezvényünk az nyilván tolódik, vagy nem is fogjuk tudni megtartani. A járványügyi helyzetre tekintettel a megyei vadászkamara személyesen történő ügyintézés március 18-ától szünetelteti. A megkeresések, érdeklődések telefonon vagy elektronikus formában érkeznek be hozzájuk,
Utóbbi módon kérik az ügyintézéshez szükséges iratokat is megküldeni, a befizetéseket pedig utalással teljesíteni. Az átajtó mögött elvégezzük a szükséges feladatokat, kiszámlázzuk, amit kell, teljesítünk, amit kell, és akkor a többnyire postai úton eljutatjuk azoknak a személyeknek, vagy vadásztársaknak, akinek kérése volt. Jellemzően itt beírókönyvet, egyéni vadászati naplók lesznek néhányat, nem jelent problémát ennek a megoldása, illetve a elmaradt vadászhegyek kiváltásával van egy kicsit több dolgunk. Kaptunk egy iránymutatást az országos kamarától, hogy ezt milyen módon oldjuk meg egységesen, úgyhogy az is fog működni. Mint a Vadászkamara honlapján olvasható, országosan egységes rendszer szerint van lehetőség az eddig ki nem váltott vadászjegyek érvényesítésére. Hazánkban március közepén vezetett be a kormány egyre szigorúbb intézkedéseket, amelyek hatására egyre többen választották vagy kényszerültek otthonmaradásra. A több mint egy hónapja tartó folyamat sok mindenre elég volt, megszokni és megtanulni kezelni az új helyzetet, de egyre többen vannak azok is, akik már el is veszítették a motiváltságokat, legyen szó munkáról, tanulásról, vagy egyszerűen a hétköznapokról. Különösen fontos a motiváltság megtartása és az inspirálódás azok számára, akik kreatív munkát végeznek. A vásárosnaményi születésű Takács Nóra is ilyen, aki 10 évvel ezelőtt indította el, hogyan legyek jó nő sorozatát a közösségi oldalakon. Izgalmas kihívások elé állt engem is ez az időszak. Most meg kellett tanulnom egyedül technikailag megoldani a dolgokat, ahogy gondolom neked is, most ez egy ilyen izgi dolog. Illetve a férjemet kell bevonnom, és akkor ő szokott fotózni, meg ő szokta lenyomni a gombot, meg ő szokta felügyelni a kamerát, de ezeket nekem is mind tanulnom kell. Ugye én normál esetben operatőrökkel, két operatőrrel dolgozom együtt, akik igazából nagyon régóta barátaim is, tehát mint lassan most már 10 évet dolgozunk együtt, úgyhogy mi meg kis család vagyunk, azt szoktuk mondani. És nagyon hiányoznak a fiúk, mert hát nyilván, ahogy ők csinálják, én meg se tudom közelíteni azt a színvonalat, de azért nagyon igyekszem, úgyhogy ilyen szempontból egyébként ez egy ilyen nagyon inspiráló időszak is számomra, mert mindig meg akartam ezt tanulni. Nyilván azért sokkal gördülékenyebben menne számomra is a mindennapi munka, hogyha az ilyen apró pici felvételeket az olyan minőségben, tehát felvenni én is, mert mindenki meg tudja nyomni a mobilját, de hogy azért az olyan legyen, azt meg kell tanulni. És nem csak a technikai fejlődésben van szükség motivációra. Egy influencernek a témákat is kreatívan és változatosan kell összeállítani, ami a négy fal közé zárva nem egyszerű, miközben rengeteg negatív hír árasztja el a közösségi oldalakat. Ilyenkor szoktam egy kicsit így elvonulni, és vagy a mesefaluba visszamenni, egyébként imádom, tehát egy nyírség számomra az örök szerelem, és olyan hiányzik is amúgy, úgyhogy remélem, hogy hamarosan láthatom anyuékat. Szóval oda szoktam így visszavonulni, és megtalálni a szépet a kertben, az állatokban, a nyugiban, a madárcsicsergésben, kicsit lelassulni, tehát én azért is szeretek oda menni, mert mindig azt nézem, hogy a rohanó pesti élet, mikor egyszerűen menni is rohanva megy az ember. Azt nem tudom, hogy miért, mert lehet, hogy csak el kéne hamarabb indulnunk, és akkor nem rohannánk el, de hogy így az alaptempó sokkal gyorsabb, és olyan jól esik megérkezni, és azt látni, hogy igen, a mamikák lassabban tekerik a ringet. Mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha egy tár zselébe esnék bele hirtelen, kicsit lassú minden, és kell pár nap, amíg én is lenyugszom, kipihenem magamat, és akkor viszont rögtön fel tudok töltődni. És fontos az is, hogy szűrjük meg azokat az oldalakat és híreket, amelyeket elolvasunk. A negatív érzések ugyanis megölik a motivációt és a kreativitást. Beszélgessünk pozitív emberekkel, pozitív dolgokról a technika segítségével, próbáljunk ki új ételeket, keressünk új hobbit, vagy fejlesztjük a meglévőhöz szükséges tudásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén több helyen tartanak az útfelújítási munkálatok, amikről nap mint nap beszámolunk, és nagyon jól haladnak a munkálatokkal a 38-as számú főútvonalon, a közel 2000 méteres útfelújítási munkálatokkal kapcsolatosan már 900 métert újra aszfaltoztak. A maradék 1100 méternek az aszfaltozása a közeli napokban fog megtörténni, addig továbbra is forgalomkorlátozás mellett közlekedhetnek nyílt telek város belterületén, és vegyék figyelembe,
hogy a keresztirányú forgalom is érintett az útfelújítási munkálatokkal kapcsolatosan, ami továbbra is 30 kilométeres sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. Az új aszfaltozási munkálatok követője majd a burkolati jeleket fogják festeni, ez körülbelül 2 hét múlva fog megtörténni. A megye területén több közúti közlekedési baleset történt. Ma délelőtt 11 órakor a 4-es számú főútvonalon Berkes külterületén a 304-es, 305-ös kilométer szervénnél a vízes útburkolaton egy személygépjárműt vezető fiatalember megsodródott a vízes burkolaton, az út baloldalán lévő árokba ütközött. A fiatalember megsérült, a mentők ellátás követően kórházba szállították, teljes útzár mellett kezdődött a mentés, illetve a helyszínelés, addig a főútvonal forgalmát Nyírtas belterületére terelték. Nagyon sok helyen a megyeszékhely belterületén vannak forgalomkorlátozások, Nyíregyházán dolgozik a nyírtáfő, illetve az EON szakemberé, de több helyen helyreállítási munkálatokat végeznek. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra! A tervek szerint szigorú egészségügyi előírások mellett május 23-án a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzéseivel folytatódik a futballidény, május 30-án pedig a 26. fordulóval folytatódhat a férfi NB1-es bajnokság. A női NB1-ben csak a bajnokok ligájában indulás eldöntéséhez szükséges mérkőzéseket rendezik meg. A tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futszál és a szabadtéri amatőr és utánpótlás bajnokságok idénye befejeződik. A Magyar Kupa elődöntőjének első fordulóját május 23-án, a visszavágókat május 27-én rendezik meg. A Magyar Kupa döntőjének időpontja június 2-a. Az OTP Bankligában a Ferencváros 2 korábban elmaradt bajnokiát a Magyar Kupa elődöntőkkel azonos időszakban játsszák le, majd a bajnokság május 30-án indul újra 26. fordulóval. A bajnokságot a tervek szerint június végéig kell befejezni, egy csapat 2 bajnoki mérkőzése között legalább 3 napnak kell eltelnie. A férfi nagypályás bajnokságok közül az NB2-es és NB3-as bajnokságok esetében a kiírás elveit követve a félbe maradt bajnokságok záró táblázat alapján jelölik ki a feljutókat és kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB3-ba. Annak érdekében, hogy országos szinten ne növekedjen drasztikusan az érintkezések száma, minden további országos és megyei bajnokság kupa, gasztrusztorna lezárása kerül. Több mérkőzés nem játszanak a csapatok. A tabellák jelenlegi állapotukban rögzülnek, és nincs hivatalos végeredmény, nincsenek helyezettek, nincs végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok nem kapnak érmet és oklevelet. A sportolók, stábtagok egészségének védelme kiemelten fontos feladat, amelynek biztosítására kluboknak jelentős energiákat kell összpontosítaniuk ebben a helyzetben. Az MLS Orvosi Bizottsága részletes egészségügyi és vizsgálati protokoll dolgozott ki, melynek tervezetéről a szövetség előzetesen tájékoztatta az érintett klubokat. Ennek értelmében a kezdeti átfogó orvosi ellenőrzést követően a csapatoknál hetente 2-szer, illetve minden mérkőzés előtt koronavírus tesztet kell a játékosokon és minden velük érintkező személyen elvégezni. A pozitív tesztet produkálókat el kell különíteni az egészséges játékosoktól, és a többiek egy soron kívüli teszt elvégzése, illetve negatív eredménye után folytathatják a sporttevékenységet. Az MLS által életbe léptetett másik szabályozás értelmében a zárt kapus mérkőzésekre csak az elengedhetetlenül szükséges személyek, és ők is csak minimális létszámban engedhetőek be a stadionba, a csapatok közvetlen közelébe. A stadionon belül a játékteret az öltözőkkel szigorúan el kell különíteni a nézőtéri területtől. A sportzónába csak olyan személyek léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt elvégezték a koronavírus tesztet, és az negatív eredménnyel járt. A nézőtéri zónában média munkatársai, stadionüzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői léphetnek be. Nekik nem kötelező a teszt, de nyilatkozniuk kell a tünetmentességről, és szigorúan be kell tartaniuk az általános előírásokat a stadion területén. A nézőtéri zónába is csak a minimálisan szükséges számú személyzet léphet be. Mindkét zónába előre összeállított lista alapján lehet belépni a stadionba. Az MLS a bajnokságok újraindítását megelőzően kikérte az országos tiszti főorvos és az operatív törzs álláspontját a megfelelő védekezés kapcsán. A szövetség a jövőben is teljes mértékben betartja a kormányzati és járványügyi szervek által előírtakat, áll a Magyar Labdarúgó Szövetség közleményében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 5-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb, holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!